Szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit, hello, hello, itt van az új téli akciós ünnepi játék, akció, gyerekek, Eneban, link ott van a leírásban, nagyon jó játékok vannak most leakciózó, teljesen az év végéig tart. Már most van Nintendo Switch-re is, gyerek. Már most minden van, PS5, PS4, Xbox van, PC, minden, lehet válogatni, tök jók vannak, én ma is beszereztem egy nagyon jó játékot pont itt éppen, ugyanis szerintem ennyi pénzért gyerekek tavaly megjelent játék az ajándékáról van, úgyhogy ja, egyébként mondom tényleg, tehát egész jó áron vannak itt a dolgok, nyugodtan nézzetek szét, nincsen semmiféle, minek mondják, tudjátok, ilyen kuponkódom már, az már megszűnt július óta, úgyhogy ugye a VLC Generations gyerekek már most 8500, tök jó volt is. Jó, viszont van még ilyen PayPal-os akció is egyébként, ahol 25% ilyen visszaviszett és 5% kedvezmény van, PayPal 5 a kód, azt ugye az izébe kell beírni oda a kuponhoz, tehát ott is vannak azért egész jó címek, ezeket is érdemes átfutni. Jó, na, de gyerekek, vágjunk bele, amiért itt vagyunk. F1 22 operatív Robinho. Na! Gyerekek! Jó estét kívánok! Hello! Még egyszer! Itt vagyunk. Elkezdjük azt, amire oly nagyon vágytunk már gyakorlatilag a megjelenés óta. Na jó, nem. De szóval itt vagyunk. Meglátjuk. Volt ugye egy ilyen kis tesztelésünk, kipróbáltuk, milyen lesz, hogy lesz. Meglátjuk. Talán nem lesz olyan egyhangú, mint a YouTube ligás, hogy 5 futam alatt nem történt semmi. Na, jó. Én bízom benne, hogy ez egy jobb sorozat lesz egyéb. Oké, szerintem megyek Discordra. A Robinho is majd itt nyilatkozik, hogy mi újság van. Robinson jobban mond. Halló? Halló. Halló. Jó napot kívánok. Jó estét kívánok, jó napot kívánok. Napszaktól függetlenül üdvözlünk mindenkit. Így van. Közben redizek az én. És azt hittem egyébként, hogy már most itt a státusz gombnál, vagy a státusznál is már most piros, meg volt már sárga, és csak meg zöld nem. Igen. Nem tudom, hogy így már így igen. Akkor, azt nézem, hogy nem tudom, hogy mennyire jó előjel. Piros, sárga, igen, hát az, szerintem az a laggoló aik. Tudod, a jobbra-balra mozgó aiknak a csodálatos szerepe lesz. Hát ugye az a connection server. Sorry. Igen, nálam még megy az intro, úgyhogy nem sokára ott is megkezdjük a élő adást. Már csak egy perc. Leo rendes is megvárja, köszi Leo. Így teljes mértékben, csendben és nyugodtan. Itt vagyok, le van takarva az autó, itt vagyok és várom a nagy leleplezést. Na most már én is itt vagyok, üdvözlök nálam is mindenkit. Mindenkinek köszönjük, hogy itt vagytok. Szóval megkezdjük ezt a nagyszerű F1 22-es kópot. Gyorsan nem F1 2022, hanem csak F1 22, már nagyon jó modellnek vagyunk és jó vagyunk. És így van, itt tiszta FIFA. Ennyi. Ugye ennyi hia volt ennek a játéknak, csak hogy ilyen merős nevet kapjon, és már most tényleg teljes mértékben tökéletes lesz. Ugye remélem, hogy jól hall mindenki és mindenkit, úgyhogy már is adom a játék képét, és akkor már is itt vagyunk a csapat főhadi szállásán, és megkezdjük a új autónk leplezését. Azon gondolkodom, hogy kapunk két heti pontot, fejlesztési pontokat. Ugye 16-án van a leleplezés, 17-én meg már megyünk Bahreinbe, hogy valamit a most kis 1400 ponttal elkezdjünk, vagy
várjunk, és majd, mit tudom én, a második futamnál berendelünk mindent, mert lesz annyi pontunk, mint a személy. És akkor Barcelonára, mit tudom én, jön egy nagy csomag. Aha, figyelj csak, hát ugye azt a fejlesztési irányt kellene szerintem meghatároznunk, ugye ezt már néztük a tennapi nap folyamán is, hogy ez a nagyjából az az autó a többi csapathoz képest, ez egy tényleg egy jó kocsi. Jó vagyunk aeróba, jó vagyunk kaszniba, jó vagyunk motorba, ugye egyedül egyetlen egy gyenge pontja van, mint a valóságos Form 1-ben is, hogy nem megbízható az autó. Ezért mindenféleképpen én szerintem a fejlesztésnek az első hangsúlyát, azt mindenféleképpen a megbízhatóságra kéne helyeznünk. Igen. Úgyhogy meg kell néznünk esetleg, hogy milyen megbízhatóság elemeket tudnánk esetleg fejleszteni, tehát érdemes-e kivárnunk, egy pontokat gyűjtögetnünk, vagy pedig már most az elén is elindíthatunk mondjuk valamit. Muszáj elindítanunk, mert igazából tehát a gearboxon kívül semmi máshoz nem lehet, minden lokkolva van addig. És hát azt muszáj megnyitni. Ami még Bahrein előtt meg is jönne egyébként, tehát akkor a sebváltót azt kipipálhatnánk. Ilyen szempontból. Hát igen. Hát akkor ez a legérdemes lehetne, igen. Jó, én akkor rányomok erre a standardra, 12 nap. Jó. Ez 500 pontra kerül, még marad 900. A többi még unavailable, tehát nem lehet mást addig csinálni. Hát egyébként sem tudnánk más is igazából, ugye? Nem. Tehát az egyetlen egy fejlesztési dolog, jó, rendben van. Nem, és akkor még jön hozzá majd pont. Ha lesz egy weekly, akkor így a gearbox ott van, hogy improved materials, hogy akkor az berakta 13-ig, és 14-én megint jönne, akkor a... Aha, akkor hát, hogyha az megjönne, akkor lehetne valamit csinálni. Úgyhogy én elindítok egy ilyen időpörgetést. Jó, okés. Rendcsek. Marcell, köszönöm a 20 hónapos tagságodat. Légy üdvözölve a többiekkel együtt a cseten. Mindenkinek. Persze, ehhez neked is rá kell nyomni ahhoz, hogy ez az idő elinduljon. Bocsánat, már régen nem játszottunk ilyet, igen. Ki vagyok ezt egy kis gyakorlatban, nézd el nekem az elején itt a dolgokat, de majd bele jövök. Jó. Gearbox 13-a, megjött a Gearbox, 14-én megjött a Resource. Így van. Jó, és majd jönne a izé, de nézzük meg először szerintem a R&D-t, hogy mi nyílt ki esetleg a durability-ben. Várjál, most rányomtam itt az autó bemutatására, bocsánat. Az gáz. Igen. Hát de szép. A váltót engedi, meg a motort, meg a MGUK-t. Nem jól mondom, turbót, bocsánat, nem MGU. Tehát turbó, motor, váltó. Mi legyen? Turbó, motor, váltó, melyik az, amelyik a leggatyább szerinted? A váltó. Melyik az, amelyik a legsűrűbben lőfordul? A váltó. A váltó az ki lenne pipálva, mert akkor ugye a jobb material, jobb anyagok, illetve a reliability testing, tehát hogy ez úgy tesztelve is lenne, az 1100 pontba kerül, tehát ezt az egyet tudnánk megvenni. Aha. Csak. Legyen. Legyen. Április 3. Ez az ausztrál nagydíj előtt jönne meg. Ha rázsba nyomom, akkor is ausztrál nagydíj előtt jön be, úgyhogy... Ja, jó. Én szerintem nyomjunk rá. Én ezt benyomtam. Patrász, köszi neked is a 7 hónapos tagságot, és köszi Dávidom neked is a sok-sok hónapos tagságot. És természetesen 20 pontunk híja lenne ahhoz, hogy más is elindítsunk, mert 700-at lehetne. Aha. Hát engine power lehetne egyébként egy 500-as, egy cilinderre, de szerintem teljesen felesleges egyenlőre. Igen, én szerintem azt mondom, hogy összebarátkozzunk meg így az autóval, meg nézzük meg egyáltalán, hogy mit tudunk, meg merre tudunk, és tényleg legyen ez a váltó, meg ez a megbízhatóság az, ami ami legyen egy kicsit jobb. Oké. Okay. Én is leleplezem akkor a kocsit. Nagyon szép. Vellas, V-Power, Santander, Richard Mille, Snapdragon, minden van, gyerekek, felvett. Únyát. Köszönöm, Márkó, köszönöm, srácok, mindenkinek, hogy csupa jó kívánságokat küldött nekem, sok türelmet, kitartást kíván nekem mindenki. Biztosan szükség is lesz rá, de nagyon köszönöm szépen ezúton is. Na, hát Mani, az nem sok van. 300 000 kis dollárocska van, hát az lópikula. Igen. Az kell még egy kicsit gyűjtögetni majd. Message, Mattia Binotto, azért, no, azért ott, egy season objective-ot azért kiírt nekünk. Igen. Start season, expert, front of the field.
Make sure to work hard. Vissza kéne neki írni, hogy jó, ez oké, okay, csak ti meg legyetek azért szeren mondjuk a box kiállásnál mondjuk ilyen taktikai szempontból. Így van. De nem kövessetek el nagy hibát. És igen. Akkor mindannyian jók leszünk, ha mindenki csak a saját dolgára figyel. Így van. Igen. Potter még itt van. Igen. Jó, hát... Azt nézzük már meg, hogy a Corporate nevű fülön igen. Driver perks-et tudsz-e venni magadnak? Jó, azt mondja, hogy nem szerintem, de... Azt mondja. Egyet tudnék venni. Egyet tudok én is, 270 5000, aha. Social Media, Power Mapping, Developer. Azt mondja, hogy 10% a Driver Acclaim-nek, Engineware-nek 10%, vagy Resource Point Income Boosted 10%-kal. Én azt veszem, én a Development Feedback-et fogom, aha. Jó, én is veszek egy olyat akkor, mit szólsz? Jó, akkor úgy lesznek pontjaink, oké. Kicsit jobban. Vagy fejlődjön. Jó, oké. Jó, egyes egység be van rakva, R&D-nél akkor. Jó, nem tudunk mást. Oké, overview. Hát figyelj, szerintem... Nincs más hátra, mint előre? Aha. Megóta nagy ismerkedés. Előre megy, nem hátra. Akkor induljunk meg. Okés. Csapjunk a lovak közé. Go to respect. Igen. Na, saving to online set. Hello. Patesz, köszönöm szépen az ezrest. Köszi. Köszi, Patesz, rakom hozzá a Farming Simulator 22-es játék megvásárlásához. Az lesz a következő nagy projekt. Egyik mentős bajtás kollégámnak van egy csatornája a Twitch-en is. Mondta, hogy menjek meg kicsit majd szántani, vetni. Úgyhogy januárban talán egy kicsit több időm lesz, és a téli hónapból még oda is megyek majd. Bence olyan kommentet írt, hogy beszarsz. Na, én haverommal kezdtem el a two-player karriert, és Red Bullban ő a Ferrari, én Red Bullban, ő Ferrariban kezdett. De a francia nagy előtt kibaszták a csapatból, és átjött mellém a Ferrariból, így kicsapta Maxot, aki vezette a VB-t, és perezült a Ferrariban. Legy már! Úgyhogy azt mondja, csak hogy meghozzam a kedvetek. Szerencsétlenek. És pedig direkt ugye kikapcsoltuk a átigazolásokat, de a szerződésünk mégis így is fél évre szól, igen. Így van. Tehát a Driver Most kikapcsoltuk off-ra, de mégis a szerződés fél évre szól. De akkor miért csak fél évre adja? Hát ki akar akkor szerződni a helyünkre a fél évre. Driver Most? Ki? Hát. Majd Binotto ül be helyettem, vagy ki? Azt mondja, hogy hát. Akkor leújik a szezon felénél már valószínűleg a Red Bullba lesznek akkor. Red Bull nincs, én az Astonba megyek csak, tehát nincs meg sem. Már szerintem sok sikert robban, azután sok ennyi szenvedés után végre újra lehet esetleg egy kis szerencség, mert a Ferrari-ban belőle remélhető sikeresebbek lesznek. Hát reméljük, meglátjuk. Nem lesz kirúgva egyikőtök se év közben? Hát én ebben nem vagyok azért annyira biztos. Kis Robinból már most rossz emlékek törnek se, hát... Az olasz nagy díj! Az olasz nagy díj előtt! Úgy vezettem a csapatásra előtt a VB-t, meg mindent csináltam már, győzelem is volt, mindent csak kihajtottam. Egy így. Ja, Peti írja, hogy itt figyelni kell a gombóc kanyarra, vagy tudod, a iszé a... tudod, melyik az? Nem. Nem tudod, melyiket nem. Hívjuk gombóc kanyarnak? A gombóc kanyar, az Bahrainbe a második szektorból elő hosszú egyenesre való ráfordító. Ami a DRS-t adja, tudod? Ott nem tudják bevenni az AIK azt a nagyon éles balost, és megállnak, és elkezdenek tolatni is valamikor. Istenem, menj már! Úgyhogy erre számítsunk, ezt hívjuk gombóc kanyarnak, mert nagyon sok gombócot össze szokott gyűlni. És indokolatlan safety car halmok jönnek be olyankor. Basszak. Na. Marcel, köszönöm szépen a csengettyűs 200 forintost, köszönöm szépen. Na, gyerekek, igen, felrándulni a helyenbe, igen, az előző ilyen co-op szezonban, igen. Oké, basztak. Minden developmentünk megjött, redőr, nagyon jó lesz. Így van. A Matthew Binottos e-mailt azt nem akarom elolvasni, az se érdekes. Hagyjuk. Next season? Jó, én berok. Ah, next, igen, mehet. Menjen akkor, next. Mehet. Van. Next. Next. Tudom, mint a játéktelepítés, next. Micsoda szép.
eszel majd úgy, hogy a francia nagydíján hogy örülsz, hogy elmehetsz más csapathoz, Leclerc is már szabadulna, ha lenne más opciója. Hát nem, gyerekek, hát azért a végén csak Leclercnek a kívánsága teljesült végül, szerintem mert nekik volt körmekopása benne rendesen, hogy Binottótól megszabadultak szerintem. Valószínű, igen. Ez biztos, hogy komoly háttér alkú volt, a alternatív volt, vagy én, vagy ő. Igen. Hello folks, and welcome to Paddock Will Buxton. Na. Edition for this the inaugural round of the 2022 Formula One World Championship. It feels great to be back. As is tradition, there is something of an air of a first date. Ez 21-ben is mondta nekem itt volt Denizio. Karrier kampány, csak ez zongorázik a Williams-es faszik. Örülök. Az Alfát. Egyelőtt 9-el keres. Hopp, már nézik. A 21-es rajtszámú Ferrari-t mutatják itt nálam. Utána még egy kis Alfát. Ha ezt kérdezed, hogy hol és mennyi vett a játék, akkor kérdezem, 50%-os akcióban vettem itt a Steam-en. És fél meddig Ferrusnak a jó volt gyából, talán alig kellett kiegészítenem, úgyhogy így ezért mertem bevállalni. Amúgy erőben nem biztos, hogy megvettem volna ezért a egyszerzóknak, de akkor megkívom inkább 19-re. Which drivers will adapt to their new car the quickest? In the charge against the rest of the Aj, ott rögeted, nézd csak! Hát, látom, a 82-es törli. Hát. De azért a kocsi... Bármilyen billent a csapatomban legyen, úgy látod? De a kocsi... Bármilyen billent. A kocsi meg a izé fel oda van, a Charles Leclerc az oda van írva. Itt van egy irányító torony. Nagyon szép, már égnek a lámpák. Igen, hiába van nappal, ugye? Így van, az emberek izében mozognak, tudod, ilyen, hogy hívják, milyen a szinkronban, nézed, csak lelátod, így a szinkronban. Na, látod, mindenki dőlöngi előre hátra, hogy a fogyatékosok, nézd csak. Igen, egy jányó törült össze-vissza magának. Na. First race decision. Csak annyit mondok, it's a good day for Aston Martin. Igen, hát szerintem ezt fogjuk hallani. Nincs. Garázs tutoriál, Robin. Hallod? Ennyi. Ez garázs, tud... Hát már édetünkben nem játszottunk még, nézni. Practice session, programokat kell csinálni, és az a resource pontot, jelleg. És az upgrade-elni tudsz, és akkor vannak, hogyha jól veszerepelsz, akkor cheaper lesz az upgrades, vagyis hogy olcsóbb lett. Utána car setup és gumik, must hand back, vissza kell adnod két setet. Mindenét, hát azt el se hiszem, hogy ez ilyen van. Én nem is hittem el, hogy ilyen van. Én se. Na jó, most legalább tudjuk. Garázs tutoriál. Bele lett építve. Garázs tutoriál. Ez nagyon jó. Nagyon jó volt. Például írja közben csak, hogy ne érjen meglepetés, engem a Ferrari-nál három futam után, két második és egy harmadik után rúgtak ki. Gohász! Hát, jó, nem lepődik meg. Na, azt mondja, car setup, betöltöm itt ennem, amit mentegettünk itt. Na, így van. Tire hard. Aha, milyen program van? Hadd csináljam ám én meg a track acclimization, te megcsinálod a tire-t. Ja, mert itt vegyesbe csináljuk. Ha, hogyne. Aha. Akkor te csinálod a track-et, én igen. A tire-t? Uh-huh. Jó. Jó. Rá is remélem, hogy, izé, hogy ha én megcsinálom, akkor és látni fogom a tiédet is, meg viszont. Hát meglátjuk, mert én csinálom a tire-t. Akkor jó? Jó. Keverékkel írja. Nézzük meg. Valahogy összeálljuk itt a beállításokat, meg mindent, nem nézzük. Jó lesz így. Vagy nem lesz jó. Én már nem is tudom. Hogy az által itt a boxokkal szembe. Hát az mexikói. Ja? Nem, iráni tud. Iráni. Thank you.
Jó, kis baklány. Ez a hard gumi. Ja, már neked meg a hard kell csinálod. Igen. Nice, very nice. Téli teszteken egy 30-as köridőt sikerült itt azért menni. Igen. Nem tudom, hogy... Egy jó 7000 másodperccel voltam mögött a rosszorom, sőt egy több. Development boost is van, aha. Jönnek is picik ezek a kapuk. Nem is fogok én itt ezzel szólóba szórakozni, hát le tudjuk ezt így ketten. Hát annyi. Legalább nem egyedül szenvedek. Hát így van. Jobb ezzel ketten. Talán egy kicsit belagolt itt a... Köszönöm szépen az ezrest. Igen, hát az a játék, ez no comment, igen. Melegítettem a gumit. Igen? De mitől melegedett túl? Pedig... úgy jártam rá, mint a... híves tojásra. Halileó, sziasztok, szep estet hajra, Leo, sok sikert ehhez a szezonhoz, ennyi szenvedeses vertizzadas után kiadna már neked egy VB cím. Köszi szépen, Potesz! Ez a programon nem fogom tudni megcsinálni egy elsőre. Mindenféle ábrák vannak itt a... Ezt nem értem most így hirtelen. Ez nem olyan, mint az 21-ben volt. Igen? Milyen ábrákra gondol? Jaj, jaj, izé! Az hát van egy ilyen diagramba léptem, akkor itt akarja a fél képernyőt, akkor az aszfalton vannak piros, zöld, lila és mindenféle szegmensek, ami kurva nem tudom mit jelent. Figyelj, ne foglalkozz! Az időm az plusz 2,3 másodperc van. Ne foglalkozz semmivel, menjél! Jó. Az előbb jobb idő volt, de akkor meg a gumi nem volt jó. Én már most át tudok remélni. Jaj... Tudtam, hogy a diagram majd szemeszúrnak. Ez undorító lett a 22-ben, tényleg. Hát nem, hát most minden van már, minden színben játszik. Most meg túl slow. Hát a faszomat, hát. Azt nyugodj meg, én sem tudom, hogy mi... Hát az elején Mikivel mi nyomkodtuk az L1 meg az L2 gombot. Azt közben utána mondták a nézők, hogy az a körszámot jelent, mondom, ja. De? Most nektek is meg volt hozzá a tehetségetek? Hogyne? Tudod, garázs tutoriál kell. Kellett volna egy pályatutoriál is. Hát vagy legalább ezt a diagramos kurvanyját elmagyarázzál, mi a faszom ez. Hát, az izéd. Az, mint a meleg távolulások. Az EKG-d. Azt sem tudom, kikivel van. Mikor piros, akkor ideges vagy, mikor zöld, akkor nyugodt, mikor meg lila, akkor fel vagy dobódva, tudod. Hát akkor mindig piros lenne.
got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Ja, Istenem, de jót nevettem. Most már egy jó lett volna. Na jó van, ezt meg kell próbálni még egyszer. Szerintem egyébként jobb lenne az FP2-n megpróbálni, az már tudod, sötét van. Aha. Lehet, hogy nérvadóbb is lenne egyébként a sötétbe megcsinálni a gumis dolgot. Úgyhogy gyere be, én is bejövök. És elmegyünk FP2-re, úgyis kell oda is program, meg FP3-ra is, úgyhogy... Mert ez nem jössz össze. Azt mondom, hol vagyok, komolyan mondom. Mert nekik most szállt egy űrhajó, most szálltam ki a Holdon. Azt mondom, hol vagyok. Official. Ebben a sok faszom grafikomba. Hát már ezt hittem, hogy csocsózik, ezt nem már most. Figyelj, azért van, ez azért van, mert sírt mindenki, hogy nincs telemetria. Tessék. Na van! Hát itt is a EKG vonal, meg itt a rajzol nekem itt a pályára is. Hát nem is értem. Megyek vissza a boxba. Faszomat. Már felidegesít az első edzésnek. Pedálzit berúgtam ide a szék alá. Igen? Annyira csináltam ezt a gumisztart. Ha nem vinné el. Jaj. Gyerünk felfele. Se benné meg. Az a sepik az aszfalton lévő csíkkal nem kell foglalkozni. Na, már ez egy jó előrelépés, ez már nagyon passza. Diagram pedig a gumikopás mutatja, mennyire jó vagy rossz. Na, hát mondjuk a diagramon nem lehet nem figyelni, mert kitakarja a félképernyőt, biztos. Jó, nekem le van még, azt hiszem a mérete ilyen 50%-ra, mert tényleg olyan hatalmas. Azt tudom, hát már ebbe az egész útjazásba. Janikám, köszönöm még egyszer az ezrest. Szia, Zsolti, szia, üdvözöllek, szép estét. Nem tudom, part, ez okon bolond volt, mindig is bolond volt. Okon azért... Az. Na, majdnem kimondtam. Az. Azt írja, hogy nem érte, hogy mi lehetett az oka annak, hogy buziskodott izé Fernando. Egész évben, amikor neki köszönhette azt az egyszerű igen. kis győzelmét, igen. azt rá egy évre Magyarországon túrta kifele a rajtnál, meg azért szorította lefelé. Azt mindenki nézte, hogy ez hülye? Vagy ez mi van ezzel az emberrel? Nem megrajzoltam már az a szara diagramot a pályára is a kis térképen. Igen? Telemetric graph, igen. Azt mondja, hogy mi volt ez? Alatt nekem nullát mutat. Nekem is meg kell csinálni. Igen, nekem is meg kell csinálni. Nem szabadulsz meg tőle. Jó, akkor megyünk FP2-re. Mit szólsz hozzá? Menjünk akkor FP2-re. Menjünk FP2-re. Menjünk. Retire from session, nem? Menjünk 2-re. Hozzá kezdve, hogy levettem a méretét mindennek kb. 75%. Hát én is lefogom, majd csak majd azt meg kell fejtenem, hogy hol a picsába lehet levenni. Csak time trialba tudod szerintem. Igen. Szerintem itt nem lengedi, mert ilyenkor ma lokkolva van, vagy mi. Rolltam hozzá, hát nem csinálom, baszki, főleg jött a posztitbe kettőbb. Hol vagyok? Volt. 18. lettem. Hallod? Na. Jó, nem is mentél, csak hogy két kört azról a kemény szarra. Figyelj, Hamilton első. Igen? Mhm. Uh-huh. Itt is OP, mindegy, hogy... Látom. Való életben egyébként semmi. Na, érted. Na, hozzászól. Visszük tovább a 21-es. Így van, dolgok. Így van. Na és most sikerült neki betölteni, és úgy néz ki. Crypto.com Fősponzor. Picsa füs játék. Igen, a pályára és a graphics settingsnél van talán az OSD customizationbe. Tudom lehet állítani, nem majd akkor. Na, azt mondja, hogy workstation. Igen, menjünk a practice 2. Go to track! Nem indul eddig valami fényesen. Őszinket akarok lenni. Nem érzem az erőt magamban, hogy ez... Nem érzem az erőt! Orra tettük! Ó, basszus, akkor meg kell csinálni nekem is a tire. Meg. Hála annak a jó Istennek. Na jó, tire.
trackes low pikulával. Ugye, vagy úgy csináljuk már, hogy a most itt a izébe, a FP2-be csináljuk már meg a maradékot, és az FP3-ban van egy ilyen, hogy le lehet... Szimulálni. Igen. És leszimuláljuk, csalunk? Igen, meg kell a resource pont. Csalni akarok, csalni. Tehát itt megcsináljuk, amennyit meg tudunk, és a harmadikba azt az, mit tudom, ha 4x5 van, vagy 3x5 van, az izébe meg majd ott lehet olyat csinálni, hogy ilyen megcsinálja a gép helyetted. Ha vág ezt. Jó. Hogyha minden kötél szakad. Szeretek. Ez beépített csalásnak hívják, mert be van építve, nem mi találtuk ki, ott van. Ennyi, ezt lehet csalni. Kész. Ah, de valami rávon. Hát az OSD-t én sem tudom, hogy miért nem lehet állítani. Tehát ez, hogy így be kell nyomnom minden egyes alkalommal egy külső programot, meg mindent, tehát meg az, hogy ezt a játékon belüli OSD is le van lokkolva, hogy például egy boxból te miért nem tudod átállítani magadnak? Tehát az miért kell neked egy külön játékmódba kilépned és elindítanod? Az szintén egy vicc. Mit motyogsz? Mert nem hallom, csak motyogsz. Mi a igen, mert megyek, itt sipi irányítva, itt hogy hívják, igaza van, csak a Science Reality-ba tudod beállítani, jó? Oké, és akkor elengedjük. Nem, csak közben követ utasításokat tudod, hogy belemegyek a helyet, ugye, és magamba is fejlődöm. Jaj, ilyen! Csak annyit, hogy... Hát mehet, magamon beszélek csak. Nem akart az zavar, csak kicsit hangosan beszéltem. Tolti falmozunk és januálom mindenféleképpen le később. Na most eltudtam, hogy megveszünk. Csak jó. Na nézzük ezt a pálya, akármilyen szar. Mert rosszabb már nem lehet. Mi most is teljesen sötét, azt nézem. Csak megy le a nap. Persze egy óra múlva már lehet, hogy sötét lesz, mert ugye egy órásak ezek a történetek. Na, látjátok nálam a diagram 50%-ra van levéve. És akkor ekkora. Akkor gondolhatjátok, mekkora lett 100%-on. Na, nem láttam ki tőle. Úgy értem, amin a melegszámolásra elmentem volna, azt a szivárvány a zászlót valaki ráterítette volna a sisakomra. Anyád élveszed, de hát benne voltam. Na, talán megvan elsőre. Az a baj ezzel a diagramos ügyessége, nem látom, hogy most zöldbe vagyok, lilába vagyok, éppen mibe vagyok. Hogy ez most... Na, próbálj, hogy nyomjon neki. Ja, tényleg. Azt mondta nekem is. Jó, zöld. Mennyivel jobb volt régen az a csík, mert abban láttad a pöttyöt, hogy... Igen. Hogy hol jár. Viszont itt nem tudom én sem eldönteni, hogy most mi van. Tőle meg elvártam volna itt elsőre.
kontrol kaput. Box this lap. Ez a rétre sem működik a rádió. Ez így 2021 óta megszűnt a rádió. A Windows beszéd felismerő. Nincs bekapcsolva. Windows beszéd felismerő. Igen, azt használja a játék. Igen, ezt voltam bekapcsolva. Hát, valahol a gép izébe van, igen. Gép park, vagy mi a neve? Gép ház, bocsánat. Gép ház. De szerintem jobb lesz Google-ba beírni, mert fogalmas is milyen lépések vannak, hogy bekapcsolhat. Hát rádiózik majd a folyamatot. Na, azt mondja, hogy... El is mér a húcsapatnak. Hát... Nem kezdődik ez annyira jó. Azt hiszem, hogy rögtön beleesünk a kárnálhoz, minden fokhoz. Én is. De ez nem úgy néz ki egyelőre. Hát pedig nekünk annyira fasz a motorunk, annyira fasz a aerónk, annyira jó kasznink van. Minden jó. Csak a kibaszott szabad ezért programon nem bírjuk megcsinálni. Ami kurva jó minden. A három pörött minden. De hát ez van. Na, Lila. Ó, meglettek a pontok is, jó. Nekes Lila volt a pálya, az mégiscsak három pörött. De valami csak nem tetszett neki. A boostok. A három boost, amit ír. Program megkezdésénél még van három izé, amire oda kell figyelni. Hogy mit tudom én, leggyorsabb hármas szektor menj, akkor mit tudom én, nem, ne távolodj el két méterre a vonaltól, meg ilyen szarok. Meg érjél el, mit tudom én, legalább 250 pontot, most csak így mondtam valamit. Nekem most így a utolsó körre sikerült ezeket. Hallod? Ez a Cunoda, ez mit keres a másik helyen, Robin? Nem tudom. Ez... Nem tudom. Engem idegesít már a neve is egyébként, hogy állandóan ezt a nevet látom 21 óta. Tök mindegy milyen szezon megyek, tök mindegy, hogy realisztikba, equalba, multiba, ide Cunoda, az meg mindig ott van. Mindenhol ott van, igen. Mindig ott van. Valaki könyörgöm, nézze már meg nekem, hogy 22-ben Cunoda a Bahreini nagydíjon hanyadik helyről indult el, és hanyadik helyen fejezte be valóságban. Jó? Csak kíváncsi vagyok. Ez a rokon a Colmaster-nél. Nem tudom, tényleg, hogy... Robin már most kész, az még csak a szabad edzést mentek a szem. Mi lesz még után? Tizenhatodik volt időmérőn és nyolcadik volt a futamon. Oké, köszi szépen, Peti. Jó. Fernando karrierjében rossz döntés volt-e átmenni a McLarenbe, bár az is igaz, hogy előre nem tudhatta, hogy olyan trágya lesz a Honda motor. Hát, mert 16-ig szólt volna a Ferrari szerződés. Hát jó, 15-ben még úgy nagyjából jobb volt a Ferrari, de 16-ben egy hulladék volt már. Tehát utána 17-ben lett megint jó, meg 18-ban. Igen. Négyből második. Tényleg annyi vagyok? Négyből második vagyok? Négy mért időből? Nem. Ja, Yuki. Olyan első szektort ment, mint a húzat.
Na, hát itt már látok valami power, valami 31 nullát. Azért. Aranyosan. Egyébként majd vissza... Apróval megcsinálsz a szar programot. FP2-re még van egy szoftom. Olyan hülye vagyok, az FP1-re egy szoftot fel kellett volna raknosz. Oda verni, hogy ott legyünk a top első helyen, tehát azt úgy kellett volna eljönni. Hadd lássam én ottól, ne ilyen 16-okat lássanak, még FP1-en. Jó, akkor race strategy, és azt is médiummal kell, de jó? Igen. Nekem meg szofta. Okay, that's all the checks complete, we're ready to go. Okay. Az öreg cunci mókus. Azért kapott most egy másfelet. Vettel meg 2-1-et. Arra kell majd odafigyelnünk, hogy fejlesztésben ne tudjanak elmenni a többiek, tehát tudjuk tartani a aerót, a kasznit, a motort, ott az élen. Meg hát ne nagyon rottyonjon már le alulunk a kocsi. Igen. Én attól félek inkább. Igen, az... Az benne van bőségesen a pakliban. Gombóc kanyar, igen, ezt úgy hívják. Ez már a használt... Kurva anyára, hogy megpördülsz, bazd meg! A versenyprogram közepén, bazd meg! Gombóc kanyar előtt, vagy hol voltál? Ott. Nekem is ott pördült meg az előbb, csak azért szóltam. Ott szerintem most olajjal van felfűzve minden, hát, nem tudom. Szétolták a homokot. Akkor tevét ott vitték. Szerintem most is lesz majd ezen a futamon. Biztos.
Most te melyik programot csinálod egyébként? Versenystratégiát. Jó, versenystratégiát, aha. És azt nekem médiummal kell, neked meg softtal. Így van. Az jó. Ide próbáltam pedig gumit találtam, de írta, hogy nem, ez softtal. Uh-huh. Jó. Ezen sikerül, persze pont ugye, hogy a harmadik körben megföldültem, így a öt kört végig kell vinnem. Végig, igen. A sokkörre lett meg a dolog. A gumia öt kör alatt el is kapott 44%-a. Bassza mindenit. Nem mondtam, hogy az az OP gumi. Akkor te végeztél? Hát most a, legalábbis ezzel a stratégiával, igen, meg a másik két programba elmetileg 3-3 van meg. Tehát a 3 körös. De mindjárt bemegyek a... A jó öreg Paliklatit idézve, ezt a Ferrarit itt már ember nem fogja meg. Hogy állunk? Köszi szépen, Bordancs! Na hát meg lett. Mert én nekem viszont nem pördültem meg ugye a vég, tehát sikerült a 3 kör. Úgyhogy az oké. És a gumim, így hogy használt médiummal kell eleve neki fognom, 30%-osak. De ezzel két programot mentem. Úgyhogy a médium lesz a mi gumink. Igen. Szóval szerintem értelem, ha lesz. Na nézzük, mindjárt betolnak, és akkor tanulom a helyzet jelentését, hogy állok. És ez mi az, amit még egyszer érdemes még egyszer rápróbálni, még egyszer végig. Ádám már nagyon várja azt, hogy nem, gyerekek, ez egy szar csicska játék, nem, de így írta. Nem. Hallom a fülembe hallott, ahogy mondod. Nem, gyerekek, nem, ez egy szar csicska játék. Egyi. Na, azt mondja, hogy ez 4x5 lett a versenystratégia, a másik kettő pedig 3x5, és átlagos gumikopás, alacsony gumikopás, ahhoz kellene még két darab felket összegyűjteni, pálya bejárásán pedig valami videó, legyen a tiéd a legjobb átlagsebesség. Azt kellene. Akkor még jönne pont rá. De mondjuk ezt szimulálni le tudjuk, akkor az még jó lehet esetleg. Akár. Az egész kormányt leszakított, kibaszod az ablakon, és majd összegyűjöd a sörös dobozt. Nem, biztos nem. Hát voltak ilyen mondatok. Egyébként tényleg van gyerek, hogy telemetria graf, tényleg van benne beszalás. Láttad ezt, hogy van telemetria graf? A harmadik fülön van. Külön meg tudod nézni a practice programnál meg tudod nézni a race strategy-t, a tire managementnek is van egy ilyen telemetria gráfja. Jaj, tényleg. A bad, good, meg perfect. Meg a acclimationnek is, hogy hol volt lila, hol volt piros, hol zöld. Igen, tényleg. Na, és ráadásul ott van körönként, látod? Első, második, harmadik kör lebontva.
Minden. Igen, fiam, csak 95%-os gumival kezdtem le a 5 kört, és a legvégére 55%-ig lekopott. Ez a tire management. Igen, meredeken. Meredeken. Tire wear delta. Meredeken jött lefelé. Na, és a legismételjük valami programot szerinted, vagy? Én annyit akarok még. Igen. Mivel vissza, kell... vissza kell adni a ezt a softot, és van két soft practice 3-ra, amin úgyse jövünk ki. Én softtal most ki akarok jönni és odabaszni. Az a recommended a zárójelben, ugye az, amelyik... Recommended for P2. De most ez arra való. De van ugye a recommended P3, meg a kettő van, két soft van P3-ra, de azt úgyse fogjuk, hogy én most kijövök, és nagyon. Jó, figyelj csak, én meg herakok egy hárot, és megpróbálom ezt a... Track. All set, we're ready to go. Let's get the car out to the track. Jó, nézd meg addig. Én most egy gigászi időt akarok vizsgálni, hogy Binotto bátyánk azt mondja, hogy na. Ez nagyon jó volt. Na. Helyes. Kell is egyébként, hogy ne legyen az, hogy bénák vagyunk. Ja. Pont ezért fel kell tartani a látszatot. Na nézzük! Okay, just want to remind you to keep an eye on the tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. És utána mehetünk is az időmérőre nyugodtan. Így van. Ha mondja, hogy leszimuláljuk a harmadik szabadedzésből, amíg így van. Így van. Nekem eddig 5x5, csak egy lett 4x5 a acclimization. Nekem egy 4x5 és 2x3x5. Akkor neked kell majd az a szimulációs történet. Próbálom majd menjenek, hogy szépen már azt mondom. Még ezt a pályás szalmi elpróbálom még egyszer, meglátjuk. Ez a legjobb, de nem baj. Soha nem mondod. Hát azt inkább, az teljesen mindegy, milyen gumiból csinálod meg, mert... Ugye? Az teljesen. Az nem az időről szól. Egy gyors kört bír ki a Ers. Annyit, ugye? Ott labba, igen. Na.
Talán megvan a 470. Az volt, hogy a 470 legyen meg a pontszámba. Uh-huh. Pálya bejáráskor. Most meg lett. Na mennyire csapott el a gumi? Azt, ami egy gyors körrel 15%-os lett a gumi. Igen, azért van 5 kör alatt lejártam félig. Azt a mindenit. Erre mondtam, hogy... Igen, erre mondtam, hogy veszélyes az. Ott az a negyedik, csak úgy zárójelre szeretnék szólni. Alfa Romeo. Az Alfával? Mhm. Uh-huh. Igen. Mhm. Érdekes. Ja, 13 kör benzinnel jöttem ki. Aha, tehát itt hogy írja, hogy 8,4, annyi volt még hátra. Oké, benne. Mondjuk jó. Erre úgy odafigyelek majd akkor. Hát az majd a gyors körön lesz lényeges. Én sem vettem ki belőle litert se. Gyerekek. Aztán mennyi belerakott annyiba. Majd a, ott ne felejtsük el kivenni, amikor az időmérőedzés van. Igen. Akkor viszont ciki. Igen. Jó. Na, mindjárt viszont volna megnézzük gyorsan, hogy állnak programmal, és akkor szerintem utána mehetünk ki a... Oké, engem visszatoltak. Ja. Én csak annyit csak tényleg ránézek, hogy mi van, mi nincs. Nem tudom, ez miért nem tűnik el egyébként, amikor a boxba vagyok az a húd. Na, külön igen. Ki kell kapcsolni. Igen. Igen, rájöttem. Hát én is, akkor jövök a boxba, azonnal megnyomom. Mert nekem a bal oldali kontroll a kikapcsolása, a jobb oldali kontroll a bekapcsolása. Úgy állítottam be. Akkor úgy nem téveztem el. Na hát 4x5 a versenystratégia és a vers, és a pálya bejárós téma, és a gumi maradt a 3x5. Uh-huh. Ezeket kell majd stimulálnunk. Tudod a Very Hamilton. Uh-huh. Igen. Itt eljött. Jó, volt egy kis megbolondulás. Az egész játék meg a bolondul. Aha, Hamilton 3, Perez verte Verstappen. Igen, Fernando Bottas 8, Norris 9, Kevin 10. Ó, oh, Haas. Uh-huh, egyelőre de... Binotto egészen nyugodtan elvégedett lehet szerintem. Uh-huh. Juanjo Stroll utolsó, jó, oké. Okay. Ja. Boldog lehet. Az öreg szemüveg. Igen. Na és akkor majd itt, majd olyat kellene nyomnunk. Jó, várjál, hogy töltsem be, utána elkeveredek. Gyak tölti. Jó, igen. Köszi szépen Patesz közben, sorry. Igen. Go to next session. Igen. És go to quick practice. Toto? Yes, aha, it's called hagyja, a motor race, okay? Igen. Sorry? Ja, és igen, és akkor tudom választani, aha, válaszok. Köszi szépen, Patesz. Kik Patesz itt leír, igen. És akkor kellene. Így van. Melyiket akarod? Annyi időt felhasznál belőle. Ugye a izi időből. Igen, de sikerült. És kész, és nekem itt például kész, és a back kell visszajövök, de én a többit nem is tudom, mert mindegyik készen van. Én nekem ez így end session van innestől fogva, egyetlen egy hiányzott. Jó, nekem kettő hiányzott és mind a kettő készen van. Akkor lehetünk. Kírja is a completed. Oké. Okay. Back, visszaléptem, igen, 5x5. Ja nem, várjál, még itt van. Ó, várjál, van még. Ó, nem sikerült az egyik. Nem baj, lehet próbálkozni, még igen. Van idő. Van még.
Jó, ez is sikerült, oké is. Jó, itt is. Ja. Jó, és akkor end session, van egy olyan bomb. Így van. És kész, megcsináltuk a boxból kész. Ülve. Egy. Get it done. Kaptál achievementet is. Na most, ha nagyon unatkozok valamikor, csak ezt nyomom, az kész, már megyek utána időmérőre. Na, hát itt vannak a pontok. 475, 475. Megvan. Megcsináltuk. 7 darab development boostot sikerült összeszedni. Így már nem is sok az a fejlesztési pont, amit kérnek érte. Igen, egy pörög lefele szépen. Igen. Venturi Tunnels is lejjebb ment, úgyhogy... Az is, bár mondjuk nem tudom kétszer, hogy és a második meg már drágább volt, de mindegy. De... Ilyen apró részletektől. Tehát az első, amikor lepörgött 3.95 volt, meg a harmadik árbánál már 4.45-be került. Onnan pörgette, tehát... Visszajelték nem a 3.95-öt folytatta, hogy lepörögjön, tudod, hanem... Jó, hát nem okay. Akart húzárba esni. Nem. Jaj. Mit az nem. Gyerek? A törés reduceden van, gyerekek, nem játszunk simulation. Így is csodál túlérjük egyáltalán. Igen, ha lehet voltam, amit futtam közben fog meghívni. Benne van. Micsoda? Egyik osztálytársammal 21-es kópkarriert játszottam. Merci Red Bull csata volt is, úgy képzeld el, hogy olyan komolyan vette a játék, hogy azóta nem beszél velem. Szerinted? Úristen. Ezek. Hát na. Akkor az jó volt. Jó. Megérte. Akkor az jó lehetett. Megérte. Na, van viszont 1669 pontunk. Mire gyűjtünk? Ha belemész a message-be. Igen. Emma. Írt valamit. Igen, upcoming. De várjál, és a legjobb. És ezt utólag tudtam meg én is Twitterről. Emmának lejárt a licensze, és nincs fénykép róla kirakva már. Oda néz. És nem is szólalhat meg most már. Oda néz. De hát akkor miért adták be Karolinát? Hát nem, hát meddig ki lehet volna? Átírom faszokban a nevét, odarahol egy kis pictogramot, hogy mától nem Emma van bazzanek, hanem Karolina. Az na. Helyes, nem? Na. Ezt nézd meg! Azt a low budgetos, jó édes anyárat, azt... Nincs fénykép! Azt a Codemasters-est, azt sajnáljuk a 3 percet erre a szarra. Nyomorultak. Na ne felejtsük el, hogy... Ugye... De Mark meg van. Ben az van, ez a lényeg. Azt írja, hogy én téged kell figyeljelek, tehát te vagy itt a legnagyobb riválisan. Hát általában mindig a izé, mindig ahogy hívják, ugye, rivali. Te cserélsz-e motort, meg alkatrészeket? Figyelj, csak én szoktam futamra mindig frissebben, én is. Majd az edzést már mindig visszapakolgatom. Én is erre gondoltam egyébként, hogy az egyes meghagynám szabad edzésekre. Igen, és akkor mindig csak a kettest raknám be futamokra. Igen. És ugye itt még ezt megtehetjük, mielőtt neki ugrunk. Igen. És be a kettest. Én szerintem mindenféleképpen érdemes. Jó. Oké. Pontokat most költsünk, vagy futam után? Hát figyelj, csak Isten igazából nincs jelentőség, ugye? Mert túl csak ezzel a fejlesztés. Nem. Nem. Hát akkor már szerintem futam után. Mert egyébként benne nézem, hogy például a performance-unk, bár most például a Red Bull. Más, igen, én is azt hát, nézem. Igen. Tehát valami fejlesztés mindenféle. Hoztak ide Bahreinre valamit, amivel már igen. És ahogy nézem ráadásul nekünk, ahogy itt lent ugye ezt a 4 darab szegmens nézem ugye ezt a kört, hogy mennyire van telítve. Itt ugye a durability után ugye a kaszni az, ami a kaszni. Azt nézem, hogy a kaszniba előztek meg. Mert ott is elsők, és most már másodikok vagyunk. Hát jó nagy mindenféleképpen. Azt mondanám, hogy ott a kaszina majd indítsunk valami fejlődést. Jó, hát 345 pontos a kezdés. Aha, úgyhogy jó, azzal jó. Lehet valamit kezdeni. Jó. Szia. Motorba is jók vagyunk, de az a vagy egy szinten vagyunk a házszal és a alfával, úgyhogy már ott is lehet egyet izén, mert 340 pont ott is a kezdő ülöket. Úgyhogy... Igen, csak a kasznit indítsd el szerintem. Kasznit most indítsam el. Improved Energy Store Cells, akkor hadd menjen. Az egy fix pont, hogy az biztos elindítanánk egyébként is. Jó.
Oké, el van indítva. Rendben van. Motorra, azt az egy izé, szilinderhedet. 340 pontért. 340 pont? Indítsuk. Jó, és akkor az is jön. Ezek mind izé Jeddah után jönnek meg. Tehát ausztrál nagy dír előtt lesz egy nagy fejlesztési pak. Nagyon jó. Lesz durability, lesz kaszni, lesz... Jó, oké, akkor ez így ennyi. Jó, figyelj csak, akkor én azt mondom, hogy... hogy akkor menjünk? Menjünk, Alifi, jöhet. Menjünk, mérkeljük fel magunkat. És a PJ-s válaszol a sarkomban, majd a gépház, idő és nyelv beszéd lehetőséget, hol itt kell lennie a cusztal, de többet én sem tudom. Köszönöm szépen, Simke, mindent végéppen tudom, hát rávetítjük magunkat. A zenét egyébként le kellett vennem, mert tennap, hogy nyomtuk a nagy téli teszteket, ugye a zenék rajta maradtak, így ma YouTube-on hiába exportáltam át az egész, de ahol meg se lehet nézni, mert mindenhonnan az egész világból ki vagyok tiltva, mert csupa copyrightos összezben a webben játékban. Azért kell a music tracks-et átállítani temére, és akkor azok szólnak, amik is akarom. Azok szólnak, aha. Na, majd úgyhogy átállítod, de mondom, forsász arra szét. Azért csodálkoztam, mert senki nem hallgatta még EA tracks-et. Én gyári beállításon hagytam, én nem is gondoltam, hogy ezzel baj lehet, hát úgy vagyok vele, hogy benne van a játékban, gondolom, erre gondoltak. Nem. De hát kár volt, igen. Ja. Megint a jó hiszeműség. Váltót cseréltem én. Én nem cseréltem váltót. Hát cseréltem váltót is. Én nem cseréltem váltót. Egyeszesünk már setupot egyébként. Hogy a szárnyálással mész? 14-16. Igen. Az jó. Én hát 21-29 volt. Azt a kurva. Ja, ez shipi setup. Ennyit tudok. Aha. Tényleg cseréltem váltót is, igaz. Jó, futóműnél mi van beállítva meg a suspensionnél? Nem igaz, ami esetleg ilyen beszédes lehet. A geometri vagy a sima? Hát ugye az egész. Hát a geometri az full jobbra van, az első kettő utána meg full balra. Jó, oké, akkor abban nincs változás. Az meg 6-3, 7-3, 4-4. 6-3? 7-3, 4-4. Hát most elállítod? Lehet, hogy össze-vissza fogsz forogni vele, tehát... Nem baj, kicsire nem adunk. Jó, okés. Jó. 3,9. Annyi? 3,9 az üzemanyag. Hát akkor csapjuk neki. Szerintem. Nem? A legalsó a váltó most már nem a kontrollert műszt. Ú, sipiket, na ez izélt meg engem, ez bolondított meg. De egyébként azt ugye vágja mindenki. Hogy a kedves Codemasters egyébként képbe lenne ezekkel a egységekkel, hogy valóságban még van egy másik elem is, azt úgy hívják, hogy kipufogó. És az nem szerepel a játékban. Tehát ebben a játékban nincs kipufogó. Nincs. Ha már nem fél ebből. Nem. Nem. Hát, na, nem lehet minden. Nem. Nem lehet minden. Na, gyerekek, megcsinálom addig az izét, a 22-es hudot. Így, legyen. Ezeket. És csak új egy van. Oké. Okay. Jó, most egy kicsit. Lesz kép. Minden lesz. Minden is. Ami nem lesz, az nincs is. Így van. Hogy...
gombóc kanyar. A híres gomb. Elszapam már 29 időt ment. Bang! De jó. A második körre azért az est már a túlzásra be lehet osztani. Na, gyerekek, fog akkor ezt kinézni. Mennyi van még? 10 perc? Hát elbízom benne, hogy azért már tovább lehet majd jutni. Work in progress. Azért így egy kicsit pofásabb, nem gyerekek? Tehát. Mit csinálta? Hát csinál... arról a képről, amit ugye... látunk a boxba nézve, hogy töröd a pilótát, kiírja meg a pozíciót, meg a izét, és látod, hogy megy körbe a pályán. Na azt a képet, ami megy körbe a pályán, csináltam egy külön jelenetet, és az van full képbe berakva az OBS-be, és több réteget raktam fel, és akkor látszik így a neve, a kör, milyen izé, milyen szektorokat ment, melyik pályáról van szó, mennyi idő van hátra, stb. Tehát gyakorlatilag megszerkesztettem azt, ami a tévébe. Na, tök jó. És van, de a játék megint nem képes erre, maga kép nem. Háromnegyede, hogy ilyen szürke az egész, csak ilyen izé. Egy kis picibe van kirakva, hogy az AI mit megy, tudod, a másik ugyanakkor a méretben, meg a fényképe, meg az ideje, tehát... De köze nincsen semmilyen official témához egyébként, semmiféle köze nincsen. És akkor most ezzel így eljátszogattam. Na. Igen, felcsaptam HUD készítő neki. Ennyi. HUDmeister. Na, most úgy sincs ki senki, úgyhogy szerintem én... Akkor most jövök ki. Persze, pedig én 1.29.943, az egyetlen, aki 1.30 alá bement. Az jó lesz. 1.30.095, ennyi pedig 1.32.32. És a két Mercedes között. Mögöttem a sarkamba, 1.33.61 a Russell, 1.33.76-tal pedig Hamilton. Látom. Perezél egy gyorsabb középső szektor, Verstappen pedig az első és a harmadik szektor. A
alsó házban, pedig ugye de mi nem voltál kint, hátulról nézve Schumacher Latifi, Albon, Stroll, Vettel egyelőre, akik a kieső formához közelítenek helyzetben. De a hátsó régióban még egyébként Okon, Magnussen, McLaren, Zoloda, Komár. Istenem. Alonso is a két mert a képbe bújt, majd tudom a két Ferrari most. Tehát ezt majd szépen egy szépből fecsíteni. Egyébként a 29-26-os szárnyhoz képest semmi versen lett hoztató. Akkor jó. Világjelosság, úgyhogy meg is hozta a formáját egyébként. Mondjuk Monzába mentem nullással is, de mert lehetett nullással is. Leveheted a szárnyakat nullára, amit nem érts, értek. Mert ilyen szám ugye nincsen, hogy nulla, és sportban, hogy nullás szárnyal megyek. Az azt jelenti, hogy nincs szárnyad. És nem volt semmi baj a vezethetőséggel ott sem, tehát nem tudom mennyit érnek ezek a számok. Ezek irányadók. Pedig vissza vannak, hogy első megláttam, úgy mondom, hogy ott nagyobb lett a skála, meg elvállik, hogy mondom, hátra. Nagyobb lett, az biztos. Finomított a rajta, de nem igazán érti ez a rajta, hogy ez a tempóhatóságot. 336 km órá, ugye a negyedik leggyorsabb vagy. Nagyon rosszul volt az első kanyar. Azt láttam, hogy a felékkockás volt. Igen. Ez nagyon-nagyon rossz volt. Bombóc kanya. Mögéd. Mögéd. Itt vagyok. Na hát akkor benne vagyunk a topba, szerintem már ezzel csak tovább jutunk. Én szerintem is, hát. Olyan nagy probléma nem lehet. Gyakit rossz jött ilyen. Ha csak nem most, amit iszonyatosan nagyot fognak jönni. Hát csak nem talán. Már nem tudom én. Itt most mennyire van. Leggyorsan közé tudom. 38-799-el ott majdnem hát 3-5 környékén adtál nekem. Igen? Az évső szeptorban. Igen, az jól sikerült, a gombóc kanyar jól sikerült elkapni. Igen. Igen, sőt ott mindenkinek adtál 2000-et még a Verstappennek is. Igen, az első volt elcseszve nagyon. Na, azt mondja, hogy retire? Igen, az lesz, csak nem merek izélni pályán, mert... Igen, mert akkor majd bűnt, igen, hogy valami hasság, viszont jobb ez így mindenkinek oda jött. Be, ha begurulok azt, akkor izé egyből, igen. Ahogy már benn van a pit izén utcába, akkor már nyomhatom, csak addig nem. Képes körbe-körbe menni, körbe-körbe tovább, aztán ilyen kiszámíthatatlan. Miket művel. És most jönnek ki, ahogy látom. Na, itt már meg merel nyomni. Oké, és akkor én is hajra. Oké. Oké.
Hát a végén bejött a lomzés cunada. Micsoda? Végig alapod, hogy cunada bejött. Kettő közé. Komolyan? Ah. Ja, nézem. És tényleg, cunada bazd meg. Tehát nekem ez... A komád! Ez rémámaim vannak már, Robin. Komolyan. A komád, bejött a lét, a komád. Érted? Ötödik cunod, ötödik. Ötödik. Érted? 367 ezreddel van elmaradva. First up. És nem Gasly, mert ha Gasly neve lenne írva, azt mondanám, hogy oké, okay, gyerekek, oké. Okay. De hol van Gasly? 12. Megint az van, hogy fel van izéve, cserélve. Fel van cserélve az egész. Igen. Na jó van. Kik estek ki? Nicholas Latifi, Schumacher, Albon, Troll és az öreg guanyú. Lagyosan, hogy jövőre ki akarják venni a Barcelonai pályából a sikánt? Hát ez már itt... Ja, 23-ra jobb is, ha kiveszik. Igen. 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 Jó tenének adnak a pályának az, hogy kivennék. Vagy OKD-k ott az a sikánt. Hát az... És felesleges is. Hát nem is kellett volna soha belerakni. Tehát... Igen. Soha. Igen. De akkor amiért úgy érezték, hogy az kell. Nem tudom, hogy ez milyen agyrém volt ez. Nem tudom. Tényleg. Na hát, Q2. Igen. Jó, hát akkor gyerünk. Check's complete. Everyone be aware. Got a lane. Got a car leaving the garage. Így van, betették a sikánt, hogy segítség az előzés, most meg kiszedik, hogy ismét segítség az előzést. Igen. Igen, fuck logic. Lágyan menték, vagy most, hogy is van most, akkor nincs már a szabály, hogy azzal kell... Nincs rajta, már, nincs ilyen szabály, akár növelkezhetsz. Ezért van az, hogy általában az izé, amit felajánl, medium hard, és semmiféle taktika és semmiféle izé nincs a játékban miatt. Mert mindenki csak medium harddal megy, egész évadva. Basza. Hát ezt is sikerült kivenni, meg el... baszni, úgymond. Ma az még egy jó taktika volt, nem? Hát, hogy nem lehet egy kicsit. Már a benzinnel nem lehetett játszani, legalább a gumival lehetett. Most már a gumival se lehet. Tehát el kell törölni, nem érdekes. Igen, hogy nem mindegyik pályán tudtál vele, de azért, na. Igen. Az igen, igenis volt, amikor lehetett. Gyerekek, megvezetett az a... rászokkő. Felfeküdt a kocsi. Szóval hozzá egy kis soha Mercedes, mert hát nem nagyon volt más opciója. Nem. Jól tette. Jól tette. Hát az apja is ott volt el. Éven, így van. És itt bezárultak a lehetőségekkel. Ha Hamilton esetleg leköszön. Így van. Mert Russell-el megnézném. Igen. Aranyosan. Igen. Ez most egy jó röntés volt részéről. Meg nem is olyan volt igazság szerint más választása, tehát... Még az sincs, hogy a több ló közül választott. Igen, biztos, hogy jobb lesz ott. Hagytad neki egy kicsit tanulni, legalább nem távolodott el annyira a formájtől, nem lett lehúzva a vétszín, úgymond. Na, azt mondja akkor. Egyébként szerintem, hogyha 23-ban is egy ilyen évadot megy, mint 22-ben Hamilton, szerintem az ennyi volt akkor. Ő nem fog már szórakozni 24-ben. Szerintem nem. Az a legjobb ez egyébként. Ez a se pól, se győzelem.
Hát nem bírok 20, vagy 30 alá bemenni. Mindegy, majd kú... A ízlök Hamilton meg... A Hamilton adott 4 tizedet, majdnem 5-öt. Nem, ez elég OP. Mert én mindig a Mercedes a legjobb csapat tudod. Igen. 29-8-at ment. Na. Menj már meg a hazabecsületét, így van. Oh. 29-4. Kemény kell volt, jól is sikerült. Élet már ez jó lesz. Két apró pici volt benne összesen. De még felszabban például nem ment. Úgy, nem, meg még Russell se. Ja, ja, és még Cunoda se, tehát... Verstappen a másodikra jött be, ha jól látom. Igen, 262 ezreddel. Jött meg ilyenbe. ...262 ezredre tudnék javítani. Hát még akkor is... nagyon messze van Pere. Nagyon messze van Pere. Alonso is megelőzött. Azt a minden. Még lesz el, bejöhet. Igen. És be is jött. Be is jött. Cunoda van mögötted? Igen. A mumus emberem. Egy. A komád. Most vagy kijövök. És megyek még egyet. Igen. Hogy bekockáztatom ezt a hetediket. Akkor... Menjen még egyet. 3 tizedre vagy a kiesértől. Igen. Még, csak még ahhoz meg várni kell, mert még nagyon sok ez a 7 perc. Persze, meg sok idő van, menjünk. Eddig annyit megcsinálok, hogy ne nézem gyorsan ezt a hangbeállításos mikrofonos kurva anyját. Nem mi a baj vele? Hát te tudod ezt a hangérzékelés valamit, ami pontnak tudod. Ja, nincsen vele semmi baj azóta. Utállítottam. Nem, a mikrofon tudod, hogy nincsen. Ja, a Windowsba, az megnézheted, mert újra kell hozzá indítani a Windows-et, tehát nyugodtan megnézheted. Persze. Na, úgyis itt nem is tudom, hogy... Mindjárt itt, csak megnézem. A beszéd. Adja meg, hogy milyen nyelven szóljon.
Na jó, majd szórakozunk ezzel most. Nem. Genyahozunk alá. Ja, ezzel kéne adni a... képet. Na. Azt mondja, hogy állunk? 5.30. 5.30. Igen. Mondom, én azért jönnék a helyem mindenféleképpen már, hogy tudsz javulni egy 2000-re pár, az is elég. Igen, itt mondták egyébként, hogy ne kockáztassuk, mert még 3-4 tizedet fognak javítani a többiek. Szálljuk. Nem érdemes, mert a versenyen meg jó lenne tényleg előre mennünk. Jó. Akkor. Standing by. Már neki indultál. Mhm. A verseny is az a lényeg, hogy ne kockáztatunk túl sokat, hanem próbálj minél több pontot gyűjteni, amennyit csak lehet. Uh-huh. Lehet, hogy nem maga baj, nem fogok fújtolni. De elnéztem a izét. Most kapcsoltam át hotlapra. Aha. Hol mi? A Bakhelyi bazárban. Igen. Hát ez meg így kurva jó. Nem baj, ne aggódj, még le fog húzódni majd. És egész szépen emelkedett a valamelyik. Hát ez így bukó. Hát ez így bukó. Valami üzemanyagod van, ugye? Ne, hát nem lesz még egy körre, valami 1.57 van. Kivettél belőle. Persze, hogy minél jobb legyen. Ah. Akkor vagy csak imádkozni lehet. Uh-huh. Nem tudom, miért nem engedett el egyébként a kivezető körön. Nem tudom, nem tudom. Az előbb hasonlóképpen éltem utol, mondjuk egy kicsit messzebb voltam még tőle itt a egyenesnél, viszont hogy rápultam a kanyar, ugye ott ráestem, pont a Komádra, és ott szépen kiment egy kocsinyi helyet ugyan, de hagyott. 1.48, még ennyivel talán meg lehet kezdeni még egy kört. Meg szerintem. Csogjál végig szépen. Főleg úgy, hogy nem nagyon van ilyen vicces kurva anyja. Menjetek már, de megáll mellettem, hallod, hát... Hát meg nézelődik. Programozás. Mindenki van egyébként rajtam, meg vesztetlenek kívül. Uh-huh. Akkor majdnem nekem jött. Igen, már szóval. Faszán körül tekintett. Ez igen, Ricsi. Besegítettem, ha már ilyen jól elengedtél. Na. Dobol ki a szemét. Kicsit jobb a kezdés, mint az előbb.
Hogy nem. Valamint egész öt volt az előző körök volt első szektor. Lecsúszott az ívről. Hát van jobb az időt. Teljesen elment az egész. Az a pluszkör az nem volt betervezve. Hát. 9. vagy még egyébként. Igen, azt nézem. Ott a kockázászó, most vagy 10. 11. Á, akkor ennyi volt. Ász meg! Ennyi volt. Nem javult? Nem. 280 ezerre el vagyok maradni. Nagyon rossz volt a gumim már. 11. Itt az első dráma. Azt a mindenit. Gyerekek. Úristen. 12 ezre demult, jól látom? Nagyon minimális lehetett. Annyi. Annyi baszki. 12 ezred. Tudod, a 30 ezred. Akkor igazából egy tized és 8. Igen, ezt mondtam neked, hogyha az első körhöz képest a 2000-et javulsz, akkor tökéletes. Ha Norris nem buziskodik, akkor még akár meg is lehetett volna ez a kérdés. Igen, így van. Pontosan. Kicsit túl izgultam egyébként a vizét, mert mondom, tehát utolsó pillanatban akartam felkapcsolni a otlapot. Már láttam is egyébként az első nekifutásnál is eredménye, azt mondom, hogy 8-10, de mondom, néztem, hogy tudod, hogyha 2-10-et javulsz, akkor már 5. lettél volna, vagy 6. Tehát mondom, annak elégnek kell lennie. Nem is gondoltam. És az első szektoron jó is volt a második nekifutáskor is. Kispól. Hát az... Na hát akkor nekem van egy kis vécézési idő. Hát azt hittem pedig, hogy kéz a kéz menjünk itt az utolsó méterekig. Na hát gyerekek, van két szett új lágy gumi abroncsom, úgyhogy két felfutásom lesz. Most meg a végén. Szia-szia! Nézzük. Egy jó kört. Ártalán sajnálom. Hát én is. De hát... Binottóban, hát ennek nem lesz izé, így nem lesz öröm. Nem. Úgy elkezdve egymást segítjük, stratégia, minden. Hát nem.
kicsit beletről, hogy feltartsuk az ellenfelet, és a másik kedvéért, hogyha úgy alakul. Ez biztos, hogy nem fogok softtal indulni. Ez 100%. Nem, biztos, hogy nem. Na, nem látom értelmi softot felrakni egyéb. Á. Igen, én is az lesz, gyerekek, hogy legközelebb, hogy inkább az AI-val együtt jövök ki, és utolsónak megyek utána. De nem előtte jövök ki, tényleg. Mert ez így paka volt, tényleg. Milyen nap van? Csütő? Holnap péntek? Holnap lesz Normanom. Leöblítem ezt az egészet, hogy holnap egy F1 Manager 22-vel majd. 29-2 Hamilton! 29-1 Perez! Hát majdnem 2 az is. Egy ezret hiány, de úristen! Ah, itt azért már röpködnek az idők. Igen, keményen. Talod 29-8. Gyerekek, jönnek a 20, majdnem 28-at ment Perez. Verstappen 29-0-84. Kemény. Red Bull 1-2, Hamilton a harmadik, Robin 4, Alonso 5, Norris, Ocon, Richie, Tsunoda, Russell. Egyenlőre. Ricsi 9, ja, jön Tsunoda. Tsunoda bejön a hetedikre, 29-9-el. Na, megvan az első 10 egyenlőre. Két merci jó bedarált, ott vagy a szendvics közepén. Igen. Hát, van még térjavulása, éreztem, hogy az most nem volt olyan, mint az első körbe tart, hogy... Nagyon jó. Most éreztem, hogy ez nem volt nagyon jó. Elbátortalanodtam egy kicsit ott a középső szettóba, túl óvatosra vettem egy csomószor. Ott lehetett volna jobb tempót átvinni. Az első szettor az nem volt rossz. Jön mögötted az egyik Alpin. Igen, látom, de már az elébb beállt mellé, látom, nem akar elmenni, látom, hogy inkább kocsikázik velem. Ja, látom. Menjünk most, akkor ő is. Cikázik az eleje, cikázik. Jaja. Ökelő üzemmód, tudod? Igen, azért a kipüfölős. Igen. Hát, hogyha tudnék, mondjuk még Hamilton, ha megelőznem, akkor már régedek lennék egyébként egy harmadik helyről így elsőre. Hát, sajnos igen, az elengedés, az látod, mindig sarkalatos pont ebbe a szarba. Évek óta mindig sarkalatos. Néha egyébként egészen jól. Elenged, de az baj néha. De általánosabb rendben, hát azt elmondani, hogy... Jól, elenged. Igen. Ezt meg kell hagyni. Jó, azt mondja, hogy... marad még egy szett. Ilyesöttem, meg lesz... A tervem vele, nincsen semmi pateszem, majd egyszer lesz PS5-öm, de nem mostanában, mert inkább videókártyát szeretnék annak az árából. Már most így... Úgy néztük, hogy jobban járnánk vele. Já, mindenféleképpen, szerintem. És azt néztem, hogy RTX 3070, meg gondolkodok mindenképpen.
ez pedig átmegy a streamer gépbe a 1070 Ti. Nem adom el. Ennyi. Nem is érdemes egyébként szerintem adogat. Jó, azt mondja, hogy érte 60-70, nem. Megmarad. Ennyi. 4 perc. Hát, szerintem jövök ki. Hárapon nem, akkor jön neki. Nem. Már most nem. Igen, én egy perccel korábban jöttem ki, és azért értek. Ilyen 3.30 körül jöttek ki. Akkor néztek. Ma legjobban bosszant, hogy Cunoda benn van a Q3-ban, meg Ricsi is. Igen. Az öreg ripál. Igen. Persze, Panike, nehéz lesz. Nagyon, nagyon, nagyon. Mondom, már Hamilton sikerülne valahogy magam mögé, én már akkor azt mondom, hogy rendben vagyunk. Red Bullokkal nem gondoltam, az első futam, majd felveszük a harcot a múltsa. Hát, ha kiesnek. Engedik... Hát, Max, igen. Engedik Hamiltont, szedik le a paplant. Őt. Alonso? Igen, Alonsót is kiengedték. Okont is, Hamiltont is. Látom, ez a kiengedés grafika, ez még, vagy mi animáció, az még mindig... Majd némi kibánni valamit. Júj, nagyon csúnyán. Tehát, érted, egy autós játékban nem, még mindig derékszögbe kanyarodik, és utána így rángatózik egyet. Azért egy ilyet 22-ben még mindig nem tud leprogramozni, csak ilyen szögletesen, hát az hihetetlen. Elég szarény egyedik, igen. Mondom, már most kiengedtek mindenkit? Igen, mindenki kint van. Forma 1-es játékhoz, gyerekek, már nem lesz soha többé magyarítás, mert ugye beleintegrálták az egészet az exe file-ba, úgyhogy nem lehet szerkeszthetetlen, tehát nincs localization mappa, mint ahogy volt 18-ig. Ugye 19-től már nem volt. Ennek a lehetőséget is elvettek. Így van. Kettő perc. Na, nem látok semmilyen szektoridőt, meg semmit. Ja, dehogy nem látok, hát van izé, de hülye vagyok. Labdata. Hogy ne volna labdata. Kettőszáz 8000-ed. Tehát mutat itt nekem. Annyira nem lenne rossz. Az elbártoltalanodás után. Meg lehet még Perez? Meg! Meg! 90000-edre van Verstappen. Arra nem leszem az ERS már ilyenkor elfogytulott. Persze, hát egy kör, meg a gumi is, tehát egy körös a gumi, meg a ERS is, meg minden. Egy körös a tori. Igen, ezt úgy csinálták meg, tehát ebben a játékban már nem tudsz két gyors kört menni semmivel. Direkt úgy van megcsinálva. Nem is volt annyi ERS, úgyhogy...
már 18%-kal kezdtem el az utolsót. Verstappen 28-8! Azt a mindenit. Az el egy gyengék vagyunk. A gombóc kanyarba csak. Az a jó kis gombóc. lesz ott probléma majd. Majd lesz probléma, tehát ott arra majd készüljél. Hamilton előzöm vissza. Perez. Bejött ja. Másodiknak. Ez még a számításnak megfelelő, hát csak Hamiltonnak kéne kibírni, előzöm meg. Figyelj, jelenleg a másik szektorba hajt. Most megy a gombóc kanyar felé. Russell 5-re jött be eddig. Negyvenezreddel van mögötted egyébként. Igen. A fél napon még ő meg fog előzni. Nem olyan erős az a Merci. Nem. Nem fog. Nem. Akkor jó. 8 tizedes hátrányban van Verstappenhez képest. Akkor. Oké. Úgyhogy nem. Akkor rendben vagyunk. Akkor a várakozásod megfelelően. Közi Kristóf, köszi. Jó, a elsőleg ez cél megvan. Most remélem, hogy igen, jön is be a boxba. Jön be a boxba. Nem is ment végig. Akkor oké, srácok. Az elsődleges termekben. Hamilton, Russell 4-5, Alonso 6, Tsunoda 7, Ocon 8 és a két McLaren 9-10. Így. Zárod. 5 rajthelyes büntetés kapott Ocon. Az igen. Jó, mert akkor még te is előrébb fogsz jönni egyen. Így van. A tizedik hely lesz akkor. Na jó, a srácok, jó volt az. Hamilton a negyedik helyre tolták vissza a gyerekek, közben a Merci garázsba vagyunk. Na, és ott az öt pozíció. Az erős volt, nem megfelelően végeztünk, mert ugye most jelen állás szerint ugye a Red Bull most jobb, mint mi. A versenyen hogy szokott alakulni egyébként a tempója az ajnak? Van itt valamilyen csel, mint ami a 2020-ban volt? Az első etapban gyengébb, másikban erősebb, vagy valamilyen elrejtve egy ilyen valami bakszerűség? Nem játszottam izét, szólót. A 22-ben. Aha. És amikor többiekkel játszatok, akkor ott van valamilyen? Az egy vicc. Aha. Nem tudsz, mert 80-assal, meg 85-össel játszottunk. Ja, értem. Tehát nem is találkoztunk aival. Értem. Mert hogy erős, tudod? Vegyük le 85-re. Jó, oké. Okay. Ja, értem. Vegyük 80-ra. Erős lesz. Erős. Azt utána olyan erős volt, hogy mondom az első 3-4 futam nem találkoztunk aival, csak magyar zászló volt, tudod, mindig. Az úgy jó volt, tehát jó belet lőve, az jó volt. Jó, na, ugye csak két Red Bull, én, a két Merci, két Alpine van, még két McLaren. Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép, nagyon jó lesz, nagyon jó. Jó, egyen feljebb jössz úgy, hogy tizedik leszel szerintem. Látjuk, a rajtom múlik minden úgyis. Így van, hát az meg egy, na, hát a tegnapi abból kiindulva, hát az egy vicc lesz megint csak. Hát az egy daráló lesz. Az. Egy daráló lesz. Hát, nem örültek a Driver Acclaim-nél annyira. Nem. Nekem se szaladt fel a csík a végéig, hogy hip-hip ura. Jó, hát most mit vártok első futamra, hát most na. Rögtön az első van minden ember, akkor nem kéne fejezni, akkor csak érted. Nem is tudom, ki miért tetszett. Igen. Nézzük. Igen, az aik végigmentek a boxon, így van a időmérő után, tehát végigmentek, de nem álltak be. Úgy volt. Jött a message. Message. Azt mondja Mark. Igen? Ajaj. Azt mondja nekem. Remélem jól aludtál éjszaka, mert ma nagyon menned kell. Ennyi. Igen, hajnak annyit ír, hogy rendben volt ez, és jó versenyünk, tehát holnap. Good race. Ennyi. Téd a jobb oldalon. Rázottál best side of the garage. Jó, hát na. Akkor... irány a verseny. Next. Ugye? Uh-huh. Ja. Még egy picit gyorsul vagyunk, mert közben beüdítőztem. Inkább most, mint később. Igen. Nem volt időm, úgyhogy... Ciádi.
No more testing, no more practice. Én most milyen szakmába dolgozok, pontosan én hentes vagyok most. Most ez. Hentes. Hentes. És félhámos. Így van. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain. Darálom a F1-et. Hogy egész 4 km hosszú, 15 kanyarból állók is. Így van. Állja. Szagyádi, ne égjetek ki, hát ezen már túl vagyunk. Azon már túl vagyunk. Na nézzük a starting grid-ot. Practice programokkal. Felsztappen Perez. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez. Kiemeli, hogy world champion Max Verstappen a pole position. Hallod. Robinson. Robinson. George Russell and Fernando Alonso. Andy Lee. Sonoda. Norris. Ricardo. Andy Lee. Gasly. Bottas. Nem valók van. Jó, ott van 13. Penalti. Vettel. Joe. Lance Stroll. And Alex Albon. Latifi hozta mondjuk itt is a formát, átmentette. Igen. Which of these talented drivers will come out on top today? So here we are in 2022 at the start of another Formula 1 World Championship. Úgy besötétítve, hogy ezen a sötét pályán biztos jól lehet látni vele. Igen, mert ugye nincs licensz arra, hogy Mailander benne legyen. Ilyen két darab fekete alak van az autóban egyébként, akik nem forgatják a kormányt, hanem az autó csak így gurul magától. Tehát én akkor beleghostingoltam, megnéztem. Tehát gyere, játékos isakra is lehetne egy pálvacicát felrakni. Nem? Legyen ilyen csapat. Legalább annak a csapatét, akinél vagy. Igen. Ezt többen írták már nekik egyébként, hogy azokat a szponzorokat, amelyek csapatnál versenyzek, miért nem helyezhetem el a sisakomon? Igen. Na hát, medium hard, ha úgy, hogy megjósoltad. Hát persze. Üzemanyagot viszont lehet egy kicsit többet tölteni, ha van értelme. Én nem nyúlok hozzá. Nem. Mert termel. Aha. Nem tudod, de nincs rich. Nincs rich, azt nincs tudom, rich. Csak hogy tehát hiába tankolsz többet, a gép attól nem fog átváltani neked nagyobb, hogy a szállba vagyok esetleg. Nem hiszem egyébként. Ja. Lehet belerakni, de ha lesz egy safety car, utána úgy fejezed, hogy 4 kör pluszod van. Vágesz. Gyerekek, én egy kiállással fogok menni. Medium hard, ez biztos. Igen, itt azt írja, hogy ez medium hard, vagy két medium van és egy hard. Hát ez csodálatos. De az, hát az igen. Amúgy is még a kompjúter szerint is egyébként időben 44 perc, 15 másodperc az első egy kiállással, 44 perc, 32 másodperc a másodikkal, tehát hatalmas nagy alternatíva. Igen, óriási alternatívák mennek itt. Kell, igen, 17 másodpercet. Még a Soft Medium Softtel is olyan, hogy buksz 13-at. Hát az se járható út, tehát sehogy se. Sehogy se jó. Jó, várj, figyelj, csak szerintem. Mehetünk. Kezdődhetünk. Na, let's go. Na, égjünk, szia. De jó lesz itt a darálóból indulni, azt a mindenik. Tudod, hogy jó lesz mindenféleképpen. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes. So put some energy into them and warm the tires as well, please. Azt mondom, mindenki médiumon indul, csak Vettel és Stroll indul hátra. Így van. Nagyon nem volt kállapodott senki sem. Eső nem lesz meglepő orró? Nem. Na, Tolti. Ajándékozott egy tagságot valakinek. Na. Az a valaki. Pedig süti. Nekem rásul benne maradt a Mikinek a számozás, hogy a hátul nekem az egyik nyilvási lágyi kérdés. Igen, én kikapcsoltam addig direkt a izét, vagy én a felvezetőkörre kikapcsoltam a húdot addig.
Míg fel nem állunk a rajtrácsom, addig írja izét, így van a YouTube ligás izét, igen. Szíves volt. Hop-hop-hop. Köszi srácok, köszi mindenkinek. Hát próbáljuk a lehetetlent. Hú, itt most van valami, ír nekem valami métereket. Igen, be kell állnod a... És mi van a szabulálóbb? Semmi, akkor... Semmi. Már nem sikerült? Még nem mondtam. De sikerült. Super parking, azt mondta. Az van a lila. A lilánál kell megállni. Na, Leon, sok sikert, vigyázz magadra. Sok sikert, így van. És akkor jöjjön, nem, gyerekek, nem, hát... Na, gyerünk! Az igen? A kínai gyereket meg kéne tanítani azért bekanyarodni. A végig pofozott a kocsijával. Fasza. De meg vagy? Meg, okay. Mondhatjuk. Hú, hallod, ekkora visszaesés. Nyomtam végig az overtake-et és semmit nem értem el vele. Hú, a gombóc kanyar, jajjaj. Hú, hogy legyorsul a Perez. Hátrábbul a gyorsabbak, már most látom. El is fékeztem, de szerencsére sikerült kizárnom fel ezt. All the time you have to leave a space, tudod? Pont itt Bakrénbe volt. Annyira félek, hogy belebombázok hátulról, hallod? Én a bajot, amikor szorosan kell menni, hogy az útri mindenféleképpen. De abszolút, tehát nem lenne reakcióm megállni, vagy félrerántani. Főleg ugye ő is ugye próbálja követni az előtte lévőt. Igen. Tehát ő is ugye sokkal hamarabb fékez. Igen, én is majdnem a 150-es tábláknál fékezek most. Igen. Annyira félek előttem levőtől.
Félek, hogy kiszalad alólam a kocsi. Mindentől félek. Már ez meglökött hátulról, majd nem kezd a fordított. Nagyon menne, mi? Nagyon. De ugye van DRS-e. Majd nem mondjam. Uh-huh. A hosszú elnyújtott balosba itt a harmadik szektorban, majdnem eldobtam a kocsit. Soha nem csúszott még meg pedig. Az első kanyára nagyon jók csinálnak valamit, ilyen nagyon rosszul valamit. Sárga. Újra. Az egyik, egyik megállt. Alonso autója megállt. Öt kört bírt az Alpin. Az igen. Valósághű. Azt a mindenit. Az komoly. Ja.
Teammate státusz. Hat másodpercre vagy. Hú, nem mentetek el annyira, jó van. Aki tálló küzdelem van. Nem is nem tudok meglogni. Mindig jönnek utána. Kurva DRS sorról mindig itt van nekik. Aha. Ha beálltapen is ilyen 5-6 másodperc környékén van itt van egyébként. Azt írja, hogy 7-re van. Na, azért mondom, nem annyira vészes. Kicsit tényleg erős volt, hogy az Alpine 5 kört bírt. És pont Alonsoval. Igen. Hozta a kötelezőt. Hopp! Nyitva maradt a izé, a DRS-em. Az meg. Be kell jönnöm a boxba. Azt megcsinálják? Igen, azt mondta, hogy jöjjek be. Nyitott DRS-sel megyek most. Az megteri. Azért főleg lenyújtok a nyelv lesz majd trükkös. Itt vagyok a... Ezénél már ugye a... hosszú egyenesbe, de... Azt a kurva! Nyitva van. Magától este is nincsen ilyenkor megcsinálni. Á. Vissza fogják rángatni szerintem. Erre kíváncsi leszek. Na, mindig nyitva van. Most csukták vissza. Most meg... Mindig narancssárga, mert jövök ki. Na, na. Jó, lecsukódott. Kereket feléltél? Igen, hard. Ja. Ha még mindig narancssárgának írja, de le van csukódva. Ja, csak most izé nem működik azért. De legalább lecsukódott. Az is előny. Hát a izénél, az a hosszú jobbos kanyar, azt hittem ott halok meg. Gondold már azt nyitott DRS-re bevenni. Oh. És sokszor még így is nehéz. Ja. Igen, gondolom így a nyitás az így off. Most az egész versenyre? Hát ott megcsinálják. Hát majd kiderül, gyerekek. Még nagyon messze vagyok, hogy utolérjem a használunk helyen. A médium guminak még nagyon nem volt semmi bajom. Így, hogy 20 kört kell mennem a hardon, ez így... Elég peca lesz. Igen, egyébként már 16 kör kell ponnál, mert elég le menne. Igen, 15-16-ot, igen, igen. Igen, egyébként a hát marad sokkal? Hát sokkal, igen.
Perez mögött előkötted leggyorsabb kör. Igen. Most, most előzte meg Russell azért. Ebbe a körbe, hiszen nem volt érse és tudod. Bekalkuláltam, hogy Perez nem fogom tudni tartani utolért. Itt a Merci a kérdés, Russell. Hogy ő velem lesz. Kajak? Tényleg? Gyorsabbak a Red Bullok, mint a kettő. Tehát én itt csak arra megyek, hogy a Russell-ezért próbálok minél messzebb kerülni. Tágazás van megint. Az Perez öcskös. Esik visszafele. Na. Ez egy jó hír. Jó, meghajtotta a kocsit. Aha, ennyi. Na. Hát nem nagyon örülök most. Egy ellenféllel kevesebb. Igen. Én nagyon benne lett volna, hogy... megelőz. Rasszert figyelem is tanulni igazából. Green flag. Hamarosan nyílik a boxablak. A célegyenesben is ott valaki megállt a boxba, gyerekek. Mi van? Mi történik ott? Magnussen bejött valamiért. Nagyon-nagyon lassan jött, ott szerintem defektes volt. Egy van, 100%-os egyébként a hátsó gumim. Van tapasztalatra, meddig egészséges használni? Tetszett. A médiumot, vagy melyiken? Aha, jaj. Hát olyan 60-65. Én már afelé nem vinném. Tehát 70-nel, hát... Én már 70-et nem mernék. Én már annyira csúszna. Meg sem merek szólalni, hogy ki a negyedik. Inkább nem mondok semmit. Hát Verstappentől nagyon messze vagyunk Leon tempóba. Hát meg a durability-ben most... Ha igen. Ott lettem volna elő, biztos, hogy agyvérzést kaptam volna, hogy nyitott DRS-el izé... kilógyagod.
front is 7.8 seconds. Bemelegedett a hard. Aha. Kell neki 5 kör. Várjál, 9-re adta. Nem, 3 kör kell. 3-4 kör kell neki. Verstappen. Igen. Most nincsék le, az a sipike. Kész vége, piros zászló, ennyi. Köszönjük. Olyoly. Lát, hány kör bírt ki szerinted? 5-5. Jaj. Odáig nem megyek el. El kell menned a 22. körig ahhoz, vagy ja. 23. Hogy... Lábújegyen kéne mennem és az sok bukás lenne. Utána fogunk podcastotni. Az igen? Törném early volt, vagy nem tudom meg. Hamar. Nem volt jó valami. Így hosszabb lett a box kiállás egy kicsivel. Értem, de ezt nem tudom, hogy ez mi van, hogy majd át kell tanulmányozni. Csak meg kell nyomni az X-et. Pont ja. Semmi más nem kell csinálni. Nem tudtam. Na? Élek Norris? Éppen nem.
Ágatod, Astonnal bazzeg, belém jön. Aston? Igen, kiadta a bagotól, ott elért nagy Aston. Jó, mert Fettel hardon indult. Nem? A de! Még beszéltem nekem is az én. Nekem a kerekem. Hardon indult, még nem volt kint. Én meg is elért bazzeg, elkezdelem versenyezni. Hát én nagyon sokáig el tud menni azzal. Akár a 24-dik is el tud menni. Jó, az elkezdett folyt meg azt lehet, hogy folyt. Nem volt érdemes, hogy maradom két körrel tovább. Ha így mondom, mert 13 másodperc, tehát nem szedted össze a harcból. Azt a mindenit! Tehát nem volt jó, kint maradtam tovább. Ott akkor már a látás meg volt. Stroll jön is be az Astonnal. Egész hétre vagy. Jó. Csak annyit mondok, hogy azt a hardot, azt ne kímélt. Tehát azt nem kell kímélni. Akarom. Menjél. Az elején nem akartam megcsúszni vele. Értem. De már fenn van három kör óta. Ja.
Akkor lehet nyomni. Nem, már most azt írja, hogy 4,8-ra vagy. Hát azért mondom, hogy nyomasd! Ilyet, nem kapok infartust, hogyha utalja azt, hogy el kell engedjelek. Nem fog ezt a webbis élni. Az elég szar lenne, ha hallod akkor. Ja. Hát nem is tudom, vagy... 7-8 körre biztos, hogy frissebb az a gumi pedig. Bár a hardnál nem tudom, hogy a bekopott jobban működik-e, mint a friss, nem tudom. Hát én is így az első futóban volt egy időm. Mert még én is tanulom a játékot. Mert a multis részéből nem lehet tanulni semmit, mert ott ugye minden steril, minden egyforma, minden izé. Na, azaz. 2/10. Van még 10 körünk. Á, nagyon jó. 30%-os a gumi. Ennek ez csak nem két körre, később kell volna, két körre hamarabb kell volna kijönni a HB-a szerintem. Cségeket figyelve. Rákapcsolt ötkös is. Pár ezreddel ment jobbat csak. Az szép. Egy tizeddel mentem rosszabbat, 32-8-at mentem. Sok tartalék van ebbe a gumiba különben. Az a pár körnek, amiben bemelegszik. De utána mehet a parádé vele. Az hiába hard, akkor is megy. Még azért mondom, hogy ennyi tanulság a következő futamokra, hogy hamarabb is ki lehet jönni, érte? Persze. Úgyis medium hard lesz folyamatosan, tehát nincs taktika a játékban. Igen.
egyedül az az egy taktika lesz, ha közben megzavarja ezt a rendszert egy safety car. Ennyi. Ja. Valóan nem ment egy tizeddel jobbat, mint a én leggyorsabb köröm. Nagyon akarja a gyerek a 26 pontot. Ja. Azt hiszem 3000-del mentem gyorsabbat, mint ő. Nem baj, rabolni kell tőle a pontokat. Nem lesz egyszer utolérni majd. Szerintem rak rá... Rak rá egy lapáttal, szerintem. Kettő hatra van tőlem Russell. Az jó. Nézd meg! Egy tized! Hát nincs meg kurva anyádat, azt! Már hol vegyél vissza a tempóból, köszi Max nevében. A nekül nem borogultam. Oké, Zolika. De ez... Ez autóverseny. Sorry? Sorry? It's a car racing. Aztán be tudod cselkézni? Nem. Áh, bazdány. Ahhoz lassulja kéne neki egy nagyot.
1,9-re van Russell. Ne add fel, hátha. Hátha. Még most 50%-os a gumim. Hát ott teljesen jó akkor. Mikor felrattad már? A 8. körbe. Na. Gondolom megnézem, hogy mehetek egy gyorsabban egy picivel. De akkor nyugodtan. 3 kör van vissza. Akkor elkapom. Oké. Okay. Helyes, pártam. Kellnek a pontok. Tudod, hogy megfogadtuk, hogy... megnyerítse a pontot. Egy hat. Van még két kör. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 a lap. A kurva! Vá! 31.9! Á, nem baj, nem megyek rá, mert biztos, hogy akkor fog már dobni. Meglassítod nekem? Nem merem. Nem mered? Nem, mert annyira kicsi a tempó különbség közöttünk, hogyha benézek valamit a fordalmát. Akkor elmegy, igen.
Igen. Már három kör óta azon gondolkozok egyébként. Én is azon is értem, hogy mondom meg, ezért, de nem, mer, nem, nem bírok vele közelebb menni, tehát nem, nem tudok, ez az 1-6. Annyira kicsi a kettőnk között. Igen, között igen, igen, igen. Az benyom egy teli erset, akkor vége. Talán nem tudom visszaelőzni is ezt. Sipike. Nyomjad ki a szemét az autónak, Cunoda hashtag dot. Cunoda hanyadik? Ötödik bazd meg. Cunoda driver of the day lesz? Megindult nagyon Russell, utolsó érem. Azért mondom, hát ezen nem mertem. Igen, igen, igen. Jó tetted. Jó gondolat volt. Ötször óta ezen gondolkozok. Nem baj, szép lesz ez így a 2-4 is. És nézd meg, még pakolt. Még. Jó, gyerekek. Én nagyon örülök így is. 64%-os lett a gumim. De lemaradtam az egyik gyorsabb körre. Ah, Robin, na jó van. Row kezdtük. GG. Row kezdtük. Better together. Megkaptam azt a teljesítményt. Nem, én lettem a Drive of the Day. Gratulálok. Köszönöm szépen. Red Bullok viszont messze van. Ez az, az volt a szerencse, hogy Perez kiesett. Igen, egyébként ő a harmadik. Vagy a második, bocsánat. Hát biztos, hogy... Hogy ő tudja, hogy előttem végzett volna, tehát őt sem bírtam volna tartani. Így már főleg nem, hogy a gumival is áttaktikáztam magam, hogy inkább ráhúztam, pedig inkább korábban kellett volna kijönni. De úgy voltam valahogy, hogy megmelegítem a keményet, tudod, majd addig megyek vagy két gyors, de már nem volt a gumival, kijöttem, kétszeres lett a távolságunk egymáshoz. Tehát a 7-ről felugrott 14-re. Mindegy. Jó kezdés. De figyelj, ennyi. Az a lényeg, stabilan osztok a pontokat. Vannak fejlesztéseink. Nagy bakit nem követtünk el azért, tehát nem 15. helyen futottunk be. Hát hallod, mondom, hogy... ha nincs az a DRS-es szarság, 2-3-ba bejöttünk volna. Így van. Bejöttünk volna. Na de én szerintem nem volt rossz. Igen, egész tűrhető volt a játék most. Egyébként igen, Zolika, és szerintem akárki akármit mond, higgyétek el, hogy minél több ember játékos van a lobbiban, úgymond, annál szarabb lesz. Azzal, és most ezt, jó, nem is mondom tovább, de tovább mondom. Ha meg még plusz egy konzolos még becsatlakozik, akkor meg ott vége, gyerekek. Tehát ott a crossplay, tehát a crossplay azzal vége a játéknak. Ilyen kis a fény is úgy az anyáka nem volt rossz, semmikor sér ügyes volt, Robin, gratulálom, nem kérdett hámogat a szerep, mert te is a lépjét, hajrá, köszönöm szépen. Hát meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Igen, és egy kiállással ment mindenki, látod? Mindenki egyel ment. Az biztos azt én ugye mondtam. Tudom, Norris Ricci. Egymással olyan szinten biztos nem fogunk állni. Hamilton, 9. Hamilton, 9. Hamilton, 9. Hamilton, 9. Russell magadon alvanikon, hát na. Képek vára viszont nagyon OP. Ezt elmentem a gyerekek hét. Viszont ezt a play-t. Igen. Jól kezdtek. Igen. Na, standings. Azt mondja, hogy hát igen, 26, 18, 15, 12. Jaj, nekem tudod lesz a mumusom egész éve, ezt már látom. Igen, előre biztos. Látom. Ott van mögötted. Nocs is. Igen, igen, igen. Az öreg Cunes. Konstruktőr. Konstruktőr belsők vagyunk, 30 ponttal. Igen. Zsír. Igen, hát itt Verstappen meg Perez lesz az a óriási ellenfél. Alfa 0, Aston 0, Williams 0, Haas 0. Az kemény. Pedig Bottas nagyon jól ment egyébként időmérőn is. És most éppen lecsúszott a pontról, mert 11. lett. Még 12-ről indult, úgyhogy nem is tudom miről beszélt. Csak a szabad edzésen olyan erősnek tűnt. Igen, de nem. Igen. Na jó. Ó, gyerekek, meg hát a McLarennek ugye izi Norris, engem ugye beszopatott az időmérőn, akkor Ripál, ugye? Incident egyébként Latifinek volt Albonnal egy koccanása, nekem volt Perez volt csapattársak. Az kakaskodás. Engem. Csapattársak. Az Alpinba, Annika failure. Annika meghibásodás. Úgyhogy, hát a szokásos. Igen. Szokásos. Na nézzük, mivel tudunk élni. Mi a következő futamunk egyébként? Szaúd-Arábia.
Jeddah. Már egy kicsit lekocsikálnunk előttem, mert azt... Jeddah. Elmentem rajta szerintem. Az nagy sebességű csikicsukis genyó, ugye? Igen. Már még a másik, a Jakku, az Baku, Jakku. Baku, igen, igen. Ez majdnem ugyanaz, csak... Star Force fizik, gyerekek. Csak ebben tudod, több a jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra. Igen. Na, kaptunk 440 pontot. Na, marketing department azt mondja, hogy mit akar tőlünk. Azt mondja, hogy kérlek szépen, valamit kitaláltak. Azt mondja, ask the drivers. It's time again for marketing to run or ask the driver feature. Do you have time to answer the latest batch of fan question? Persze, szeretnék válaszolni. Ahogyna. Így van? Erre Robinnak is rá kell nyomni erre akkor? De nem. Nekem az nem is jelent meg egyébként. De nem, igen, jó. We are now many season into the turbo hybrid era of Formula 1. What do you find most impressive about the power unit? Mit gondolunk erről a hajtóegységről? Hát, jó. Efficiency, ez szerintem az, hogy ilyen hatékony. Engineering, ugye ez, hogy... Hát ez nagyon kompakt, meg incredible. Nem, nem, annyira nem. Vagy az, hogy... vagy az, hogy power. Ah, hogy erős. Igen, hogy erős. Aha. Hát ilyen közepes megoldás válaszám, mert ez annyira azért még nem bitam, mert például Rebel ugye ott... Legyen hatékony. Legyen hatékony. Hatékony. Szar úgy. Hatékony. 750 driver acclaim-et sikerült azért most becsebelni. Van még egy kérdés, azt mondja, hogy if you weren't an F1 driver, what alternative career do you think you have pursued? Tehát, ha nem F1-es vezető lenni, akkor minek mennél? Mechanic? Semmi másnak. Nincs ötletem. Semmi másnak, és akkor azért biztos, hogy megdicsérni. Igen. Akkor azt mondják, nagyon elszánt vagy. Ez is járt, 750 driver acclaim. Megköszönték, és köszönöm szépen én is. Jó. Jó, azt mondja, hogy most corporate-ben nekem jelentett valamit? Driver perks, vagy pénz, vagy nem, semmit. Jó, oké. Jó, a hang a váltó. Ah, jó, oké. mit akarok mondani? Igen, tényleg visszarakosgatom, ahogy hívjál. 1424 pontunk van. Igen. És... Az aerónk az fullos. Tehát elsők vagyunk. Nem hiszem, hogy bántani kéne azt. Igen. Kaszni. Abban még van 10 napunk, hogy megjöjjön a Energy Store Cells, tehát oda nem lehet addig hozzányúlni, le van zárva. Motor, fullosan elsők vagyunk, és a durability maradt. Ott viszont a motort, az ICE Improved Materials-ra rá lehetne lökni egy 700 pontot. 700 pontot, igen. Én arra rá is lökném. Jó, lökjed. Az szintén ugye megjönne Ausztrália előtt. Oké. Okay. A turbónál is van úgy látom. Illetve, így van, a turbónál van, lenne 800-as pont, de nekünk 724 pontunk van. Úgyhogy hát az, bu- az bukó. 700. Ja nem, a 800-as van. Az bukó. Jó, hát akkor azt nem. Másunk akkor nincs is emelésen igazából, még a aerónál van egy... Egy 500-as. Egy 500-as, meg alatta van egy 399-es, és a Venturi tanul, az lehet meg kéne játszani, hát, nem? Hát, vegyük, azt vegyük meg. Jó, az is megjönne, megjön az is Ausztrália előtt. Jó, oké, akkor. Ha belemész az R&D in progressbe, ott azért vastag a lista. Igen, hál' Istennek. De azért várható előrelépés, és ha minden bejön, akkor elméletileg jelenlegi formánk szerint meg is előznénk egyébként a Red Bullt. És kell is, mert hát éreztem, hogy borzasztóan el voltunk maradva a Verstappen tempójához, borzasztó. Aha. Perezzel utóról úgy még úgy elcsatázgattam volna, de Verstappen egy pillanatig nem fenyegette a veszélyet, hogy én utól érenek. Egy pillanatosan. Teljesen nagyon-nagyon messze volt. Na hát, ha a motorban jók vagyunk, akkor Szaúd-Arábia az a mi pályánk lehet. Advance time? Meg csaveljük.
Ahogy ne. Kavarjuk meg. És jó. Mi is elkezdtünk a verseny helyszínére. Ennyi. Jó, Jeddah. Jó, azt mondja, hogy csoda, ha megbízhatóság kell, akkor ezeket fejleszétek, ICE, MGU-K és a Turbo. Jó, egyelőre ezt, meg ugye a Gearbox, ugye, ami... Igen, a váltó, igen, igen, az nekem az első ilyen saját bajnokságon búszani, hogy ott a váltó, az gyorsan kinullázta magát az első állapotban, mind a háromszor váltó probléma volt. Igen. Sőt, szétcsapott minket. Ja. Viszonylag gyerekek hiba nélkül lement a úton. Ja. De én is azt mondom, hogy ez nem volt azért annyira gyászos most. Nem, nem. Nem. Volt egy-két püffenés, de nem volt olyan méretű, meg nagyságú, hogy ez most valamiben akadályozom, vagy valami. Ja. Annyira már dörzsöltek vagyunk, hogy tudjuk, hogy igen, mit lehet, mit nem. Igen. Hova kell bevenni, meg hova nem. Úgyhogy gyerekek, így éjfélkor hajszálkereken el is köszönnénk, akkor... Így van. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt. Jó éjszakát kívánunk mindenkit. Jó lehetek, vigyázzatok magatokra. És sziasztok. Hello. Sziasztok.